Kipróbáltuk az önök ízlését. 23 évig volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók, a szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a gyermekszépségversenyek, Michael Flatley, világslágerek Pán Sípra és Okarinára, a hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, a makkos cipő és Richard Lederman. Az önök ízlése leszerepelt. Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az önkényes mérvadó, a Spirit FM-en. Az önkényes mérvadó köszönti a kedves hallgatókat a stúdióban Horváth Oszkárral, Nyári Gáborral. Hello. És velem Puzsér Róberttel, a vendégünk Kassai Lajos, a lovasíjászat atya, akivel a harc miben létéről, a harcművészet miben létéről, a harcművészeti iskola miben létéről és a mester funkciójának, szerepének a miben létéről fogunk beszélgetni, mert ezzel kapcsolatban hát közkeletű tévedések, szereptévesztések és félreértések azok, amik belengik a közgondolkodást, és ezért maga Kassai Lajos az, aki szeretne jó néhány fogalmat a helyére tenni, megérteni vagy megértetni, miben áll a harcművészet, mitől művészet a harc, mitől iskola a harcművészet, mi által válik iskolává a harcművészet, és mi képezi a mestert. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Itt néhány fogalmat kellene tisztázni, mert azt gondolom, hogy azok számára, akik nem foglalkoznak közvetlenül harci művészetekkel, érdemes tisztázni ezeket a dolgokat. Vannak a küzdő sportok, és van a harci művészet. És szerintem ezt kellene tisztázni, hogy az, ami küzdő sport, az nem feltétlenül harci művészet. De lehet az. De lehet az, és mi a különbség a kettő között? A kettő között az a különbség, hogy a harci művészet az egyben, miközben egy küzdősportot gyakorol, de nem a küzdősportban elért eredmények a cél, hanem az egy eszköz. Tehát maga a küzdősport egy eszköz, és annak az eszköze, hogy egy önismeretre és az önismereten keresztül egy személyiség fejlődésre tegyünk sort. Tehát a küzdősportok és a harci művészetek közötti alapvető különbség, hogy a harci művészetek egy önismereti útként, és az önismereti úton keresztül egy személyiség fejlődésen mérjék le magukat. Ami azt jelenti, hogy alapvetően a harci művészeti iskoláknak az alapja a harcos archetípus, a satria. Tehát vannak archetípusok, és a harcos archetípus a satria számára a legmegfelelőbb az önismeret elmélyítésére és a személyiség fejlesztésére egy harci művészeti iskola, hiszen ebben érzi otthon magát. Ön hogy különbözteti meg a harcost, a katonát és a harcművészt? Az imént eblintett módok szerint, tehát amikor nekem egy adott... Akkor én egyszerű laikusként, hogyha látok egy embert, aki mondjuk ért valamilyen harcművészethez, és annak, nem tudom, rendszeres gyakorlója, és valamelyik iskola követője. Számomra hogy derül ki, hogy az illető harcos, katona, vagy mert jól tudom, ezt a fogalmat is megkülönbözteti, vagy ezt a két fogalmat is megkülönbözteti, tehát hogy harcos, katona, vagy harcművész? Hát ha ünnepelteti magát egy győzelem után, akkor semmiképpen nem a harci művészethez tartozik. Mert az egy befelé vezető út. Tehát, hogyha azt látja, hogy földhöz veri magát, ugrál és éjjeneszteti magát, akkor ő kifele dolgozik. Akkor Baukó Éva nem harcművész szerintem, és aki a földön fetreng, amikor nyer egy pár bajt. Igen. Minusz harc. Igen. Tehát, művész. Semmi baj nincs, tehát rengeteg olyan sport van, és ilyen a foci is, ahol a gólt lövő térdre rogy, egymásnak ugranak és ünnepeltetik magukat. Ez egy kifelé való projekció. Mert ez show.
Hát ez egy show, igen, a show része, és a harci művészeti iskolák az egy belső út. Szerintem, hogyha nagyon kívülről nézzük a dolgot, akkor látunk egy harcost, és látunk egy küzdősportolót, akkor ezt a különbséget kell, hogy lássuk, hogy ott nincs ünnep. Tehát ő befelé éli meg ezeket a dolgokat, hiszen mindaz, ami történik, az az önismeretének a fejlesztésére történik, illetve a személyiségének a fejlesztésére történik, és nem a show része. Tehát ez egy két egymástól nagyon radikálisan elválasztható dolog. Ha nincs az ünnepség, ha nincsenek ezek a cirkuszok, akkor nem tudjuk megkülönböztetni, mert akkor ennek nincsen külső jele. Ez csak egy dolog különbözteti meg, hogy a gyakorlója ezt befelé hogy éli meg. Tehát ha én ezt úgy élem meg, és most én nyilvánvalóan én, mint lovasiász vagyok, jelen ebben a műsorban, és a lovasiászatot nagyon sokféleképpen lehet gyakorolni. A lovasiászat attól válik harci művészettől, hogy a gyakorlója ezt elsősorban az önismeretére, elsősorban a személyiség fejlesztésére használja, és nem arra, hogy a sportágban eredményeket érjen el. Én mindkettőt fontosnak tartom, nincs alá-fölé rendelt viszony. Én rendkívül hasznosnak tartom a sportot, sőt, mivel itt a lovasiászat egy kulturális tevékenység is, itt a hagyományőrzés is szerepet játszik. Nagyon sokan kezdenek el lovasiászni azért, mert a hagyományaikat akarják ezáltal ápolni. Sokan lovasiásznak azért, mert a sportágban eredményeket akarnak elérni, és sokan lovasiásznak azért, mert föllátják ebben az útban az önismeretre és a személyiségének a fejlesztésére való lehetséges utat. Tehát sokfélék vagyunk, ezek az utak eltérőek, nincs alá-fölé rendelt, csak differenciák vannak. Számomra Oszkár jelentkezik. Nem a mondat közepén gondoltam beugrani, de nagyon szívesen csobbanok. Az az én kérdés, mert a foci egy tök jó hasonlat, én nagyon messze állok a focitól, de a fociba mégis leképeződtek ezek a törzsi csaták, és a tévéhez kötött modern ember az ezeken a frekvenciákon éli meg a harcot. Na most ez egy társas tevékenység, ráadásul tartozik hozzá egy még a csapatnál is nagyobb követőtábor. De tegyük fel, hogy valóban ilyen harcos érában, amikor ez tényleg vérre ment, mondjuk egy 12 főből álló elit harcos alakulat kardokkal elvégzi a feladatát, bevesz egy várat, vagy kivégez valakit, aki a fő ellenség. Ők ezt megélhetik ezt, ők örülhetnek ennek? Tehát ami a fociban a gólöröm, azt a harcos mondjuk egy 12 fős alakulatban hogy éli meg? Mert én ezt értem, ha egyedül vagyok, akkor befelé fordulok, magamért csináltam, az elég individualista, de ha van velem 11 ilyen társam, akkor mi az a személyközi interakció, ami méltó a harcoshoz? Akkor az már harc. Tehát akkor az már harc. Akkor annak az egész tevékenységnek az a célja, hogy legyőzzem az ellenségemet. Tehát azért a harci művészetekben nagyon sokat elhangzik az, hogy nem az ellenség, hanem önmagunk legyőzése fontos. Tehát ez nyilvánvalóan egy picit tekintsünk bele a történelembe, és engedjék meg, hogy itt néhány tapasztalatot behozzak. Én Japánban tanultam zenéjászatot mindegy 25 évvel ezelőtt, és én azt éreztem Japánban, hogy a japán kultúra az egy átvett kultúra, és nekem ezekből a tapasztalatokból az sejlett föl, hogy ezt valahonnét ők szedték, feltételezhetően Kínából. És én elindultam a gyökerek iránt, és én Shaolint találtam meg. Shaolint, aminek a nagy virágkorát Bodhidharma hozta létre. Bodhidharma egy dél-indiai király harmadszülött fia volt, aki azt a feladatot vette a nyakába, hogy elinduljon és a buddhizmust terjessze, és ez Honan tartományba eljutott. Honanban van Shaolin, ez a tibeti hegylánc legkeletibb nyúlványa. Ha valaki megnézi a térképen Dél-India és Honan közti távolságot, ez valami egészen elképesztő. Ezt a Krisztus után 500-zal tette meg ez a lelkes szerzetes. És ő bement a kolostorba, és ő azt látta, hogy ezek a lelkes szerzetesek a buddhista szanszkrit szövegeket fordítják le kínaira.
de nagyon távol áll tőlük a buddhizmusnak a gyakorlata. Tehát ők egy adminisztratív tevékenységet folytattak, és ennek megfelelően Bodhidharma mindenkivel rettenetesen összeveszett, elzavarták onnét a francba, és fölment a hegytetőre, ez ilyen 2700 méter magasan van, egy barlangba. Én Shaolinba tettem egy látogatást, megnéztem Bodhidharmának a barlangját, ahol 9 évet töltött el, csak hogy akkor a mestereknek volt egy nagyon fontos szerepe, valamikor a vallás és a vallásos emberek, akik vezető szerepet töltöttek be egy adott esetben a vallásba, a pszichológusok szerepét töltötték be, és azok az emberek, akik a kolostorba keresték a lelki békéjüket, vagyis valamilyen problémájuk volt, bementek a kolostorba, megkerestek egy mestert, elbeszélgettek vele, azok az emberek elkezdtek a tamóhoz, Bodhidharmához járni ebbe a barlangba. Ettől a kolostor népszerűsége radikálisan csökkent ez alatt a 9 év alatt, viszont a zarándokok mindegyike megnyugvást talált Bodhidharmánál. És 9 év után megtört az átok, befogadta a kolostor Bodhidharmát, elfogadták, hogy ő a buddhizmusnak egy valódi terjesztője, és viszont ő azt látta, hogy amit Jézus is megfogalmazott, hogy a lélek már kész, de a test még erőtlen. Tehát ezek az emberek belealszanak a meditációkba, ezek az emberek adminisztrációt végeztek. Ezek az emberek a buddhizmus formáját vitték, és nem a tartalmát, és kidolgozott különböző gyakorlatokat, amivel a fizikai képességüket olyan szintre tudják fejleszteni, hogy a hosszas meditációkban ne aludjanak bele, és ebből létrejött egy harci művészeti irányzat, ami azt a célt szolgálta, hogy különböző formagyakorlatokon keresztül testüket megedzve egy folyamatos harckészültséget hozzanak létre. És én 20 évvel ezelőtt jártam itt a kolostorban, mint turista, hozzáteszem, tehát én nem Shaolin gyakorlóként, de nagyon érdekelt az, hogy itt 1500 év után mi maradt föl ebből a szellemiségből, és én azt láttam, hogy ketté vált a kolostor, vannak meditációban lévő szerzetesek, akik reggeltől estig meditálnak, és van egy olyan szerzetes rend, akik a Shaolin kungfut gyakorolják, és hajnali 5-től késő estig gyakorlatilag fegyverré képezik a testüket, de itt sem a verekedés a cél, itt sem a harc a cél, hanem gyakorlatilag az mély önismeret és a személyiségük fejlesztése, amit én tapasztaltam. De ez a kettéválás nem ugyanaz az eketalp betegség jelenség? Nem érzi azt ezen, hogy ők azért úgy jöttek létre, hogy összekeveredtek, ezt tette érdekessé és nagyjá, és mostanra megint az van, hogy az egyik hagyományos, mondjuk a másik meg modern? Nem, azért nem, mert én a lovasi jászatot nem mint harci művészetet kezdtem el gyakorolni, hanem rendkívül érdekelt ez a dolog. Hát a saját életem története az arról szól, hogy én 6 éves koromban láttam meg a Csésebestyén Károly által lerajzolt honfoglaláskorinak a formáját, ami számomra egy meghatározó élmény volt. Tehát nagyon valahogy ez a forma egyfajta üzenetként, egy katalizátorként működött, ami elindított ezen az úton, és én ettől kezdve próbáltam ezt az íjat elkészíteni, ettől kezdve én próbáltam az őseink kultúrájához közel kerülni, és felnőtt fejjel, amikor rekonstruáltam ezt az íjat, és elkezdtem a lovasiászattal foglalkozni, én azt vettem észre, hogy maga a gyakorláson keresztül talán az én személyiség zavaraimon tudok segíteni. Tehát én egy nagyon introvertált gyerek voltam, és nekem egy kiló kenyér elkéréssel boltba az egy erőfeszítést jelentett, és én a lovasiászaton keresztül úgy gondolkodtam, hogy talán a lovasiászaton keresztül az én személyiségem, problémáim, jellememen tudok valamit változtatni, és elkezdtem ilyen irányba dolgozni. És azt láttam, hogy ugye nekem több mint 3 évtized van mögöttem, azt láttam, hogy ez a lovasiászat, ami a lóra, ami az íra alapul, ez nagyon sokat segített az én problémáimon. Elkezdtem ezeket javítani, elkezdtem föltárni, majd nyilvánvalóan a tanítványokban
van, elsősorban a saját hibáimat ismertem föl, és elsősorban azokon az embereken tudtam ezáltal segíteni, akik mondjuk introvertáltak voltak ezen a területen, hiszen én ezt végigjártam, és fölismertem azt, hogy a lovasi jászat az egy lehetséges út önismeretre, és egy lehetséges út a személyiség. Tehát ez nem úgy jött, hogy van a lovasi jászat, és akkor én ezt készen kaptam, hanem azt vettem észre, hogy én alkalmasnak találtam az életembe arra, hogy én a hibáimat tudjam javítani, és változtatni tudjak rajt, és én ezt nagyon fontosnak tartom, és a tanítványokon, akiken látok ilyen problémákat, föl tudom hívni a figyelmüket, hogy így és így ezen lehet változtatni. És sikerült a magyar visszacsapóijat 100%-ig rekonstruálni? Csak azért kérdezem, mert én valamikor ijászkodtam, igaz, modern csigás íjjal, és akkor, amikor ez volt a hobbim, akkor amennyire lehetett, utána olvastam, és akkor beleütköztem abba a furcsa, egyébként több helyen is felbukkanó állításba, hogy a magyar visszacsapó íj kvázi ugyanolyan a visszacsapó íjakra emlékeztető módon működött, vagyis az íj megfeszítésekor egy ponton átbukva az íj tartása hirtelen könnyebbé vált, vagyis nem fokozatosan nehezedett, mint a hagyományos íjaknál. És ugyanakkor az állítás is szerepelt ezekben a leírásokban, hogy a működést 100%-ig nem sikerült rekonstruálni vagy megérteni. Innen folytatjuk. Ez az Önkényes Mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral itt a Spirit FM-en. Az SMS számunk 0630 011 0725. Kassai Lajos társaságban ülünk ismét, és Nyári egy kérdésnél tartott. A kérdés pedig így hangzott, hogy sikerült-e rekonstruálni a magyar visszacsapó íjat, mert hogy azokban a tanulmányokban, amit olvastam, azok szerint ez valójában soha senkinek sem sikerült, azoknak a régészeknek sem, akik ezzel kísérleteztek. Sikerült, jelentem, és jó néhány évtizeddel ezelőtt. Ugye Csésebestyén Károly volt az, aki már egy új korszak régésze volt, és ez az új korszak azt jelentette, hogyha kiszedik a sírokból, a sírokba hagyott csontokat és tárgyakat, akkor Csésebestyén Károlyt megelőzően ezt berakták egy dobozba, bevitték a múzeumba, megnézték, és hát nem tudtak minden tárgynak a funkciójára válaszolni, de Csésebestyén Károlynál már egy négyzetháló volt az alap, ahogy kitemettek egy csontdarabot, egy tárgyat a sírból, ebben a négyzethálóba berajzolták, és ezt tette lehetővé, hogy az íjat erősítő csontlemezek, ami az íj szarvát és a markolatát erősítették, ezek megjelentek formába, és kirajzolódott az íjnak a formája. Tehát Csésebestyén Károly a megváltozott régészeti technológiák segítségével mutatott rá arra, hogy a honfoglaláskori sírokból kikerülő csontlemezek az íjnak valamikori alkatrészei lehettek, és ez dr. Fábián Gyula, a Gödöllői Agráregyetemnek egy professzora, eredeti anyagok és technológiák felhasználásával már az 50-es években rekonstruálta. Tehát nekem ott voltak az elődök, tökéletes rekonstrukciók álltak a rendelkezésre, mind az íj formája, mind az íj technológiája rendelkezésemre állt, de én azt mondtam, hogy nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit az ősök követtek, és én ennek az íjnak a formáját a modern technológiák és szintetikus anyagok létrehozásával próbáltam megvalósítani a 80-as évek közepén, és üvegszál, műgyanta, falkat részekből megcsináltam az ősi íjnak a formai rekonstrukcióját, és ez vezetett arra, hogy lóra szálljak ezzel az íjjal, és ahogy lóra szálltam, elkezdtem gyakorolni. A célom nem egy sportág létrehozása volt, hanem rekonstruálása annak az élethelyzetnek, hogy az őseink ezt hogyan használták, de hát egy közel egy évtized alatt létrejött egy sportág. 1994-ben rendeztem az első versenyt, amit az általam létrehozott szabályok szerint rendeztünk meg, és attól kezdve a lovasi jászat, mint sportág elindult világhódító útjára, és szinte nincs olyan kontinens, ahol ne lenne jelen. De ez egy létező pszichológiai iskola, hogy lóval gyógyulni.
Én úgy tudom. Tehát, hogy léteznek ilyen terápiák, hogy te neked lelki, valamilyen lelki beteg vagy, lelki bajod van, és akkor elvisznek téged egy istálóba, akkor ott egy lóval elkezdesz barátkozni, aztán egy nap majd a hátára ülsz, és akkor ebben a kapcsolatban a te traumád oldódni tud, vagy a fájdalmad el tudod kezdeni feldolgozni. Szóval hogy ez egy létező iskola, csak nem tartozik hozzá lovasíjászat, nem tartozik hozzá harcművészet, nem tartoznak hozzá pontszámok, meg nem tartoznak hozzá mesterek, de hogy ez amúgy is létezik. Hát akkor itt az történt, hogy te akkor, anélkül, hogy tudtál volna erről, ösztönösen megérezted, hogy a te lelki bajodnak, szorongásodnak, ahogyan te fogalmaztál, introvertált voltál, ez azt jelenti, hogy egy önbizalomhiány, esetleg egy ilyen valamiféle önértékelési belső zavar volt benned, és ösztönösen ráéreztél, hogy ez a ló mellett ez oldódni tud. Igen, nem? De szét kell választani. Tehát szét kell választani a terápiát, és szét kell választani az önismeretet. Tehát akkor, amikor kóros elváltozásokról beszélünk, akkor van szükség terápiára. Tehát az én esetemben ez nem volt kóros, ez a dolog, csak lehetett érezni azt, hogy én nem, ez az introvertáltság, ez gátolt abban, hogy önmagam természetét meg tudjam jeleníteni. Hát Robi, hát hogyha valaki ismeri ezt a problémát, akkor azt gondolom, hogy itt jó helyen kotorászunk. Tehát van terápia, én Monty Roberts környezetében, Kaliforniában ismerkedtem meg, mert Monty Roberts a Join Up, a csatlakozás módszert kezdte el alkalmazni amerikai veteránoknál. Azt azért tudnunk kell, hogy jelenleg az Egyesült Államokban több veterán végez az életével, mint amennyien a vietnámi háborúban meghaltak. Tehát a napi szinten vetnek véget az életüknek amerikai katonák nagyobb létszámban, mint amennyit a vietnámi háború a csúcs teljesítménye során hajtott végre. Ez a poszttraumás stressz. Ez a poszttraumás stressz, és én elmentem Kaliforniába a Monty Roberts bázisára, hogy ott lássam, hogy ez hogy történik. Ezek az emberek egész egyszerűen az embertársaikkal való bizalmat teljesen elvesztik, és Monty Roberts azzal próbálta őket visszahozni a társadalomba, hogy jó, akkor nem az emberekkel való bizalmat, hanem a lovakkal való bizalmat kezdjük el felépíteni, és hogyha a lóval, mint élőlénnyel föl tud épülni egy bizalmat, ami kapcsolat, akkor ezt talán át tudjuk projektálni emberekre is. Elképesztő emberi katasztrófáknak voltam a szemtanúja. Egy jóléti társadalomból egy háborús övezetbe bekerülő emberek, akik szinte kivétel nélkül drogokat használnak, olyan poszttraumás stresszeken mennek keresztül, aminek a jóvá tétele, hát enyhén szólva kérdőjeles. De Monty Roberts nagyon jó eredményekkel dolgozik, de ez egy terápia. Tehát a harci művészet nem egy terápia, a harci művészet mondjuk a terápia arra szól, hogy nullára, mínuszból nullára jussunk. A harci művészeti iskola pedig akkor lép be a képbe, amikor nullától akarunk elindulni fölfelé, és azokat az embereket segíti, akik mondjuk úgy, hogy normálisak. Tehát átlag emberekről van szó. Ezek az átlag emberek szeretnének nagyobb önismeretre, és az önismereten keresztül a személyiség folyamatos fejlesztésére koncentrálni. Az imént azt mondtad, hogy versenyeket rendeztek. Akkor te sportolókat vagy tehát harcművészeket képzel, vagy sportolókat? Vagy tehát harcosokat, vagy sportolókat? Amikor valami a kezdet, megintegeződtem. Amikor... Fantasztikus. Ez nekem sem volt egyszerű, tehát én most már ezt azért kezdem jól gyakorolni, de hát az első egy év az nálam is ezzel a folyamatos képzavarra történt. Ez a kezdet, és a kezdet az gyakorlatilag a forrás, ami még mindent ma... Tehát van a tiszta víz, amiből lehet teát csinálni, gulyáslevest főzni, mindent lehet csinálni. Tehát jelenleg a sport, a harci művészet, a hagyományőrzés még egybe van. Ez még nem vált szét. Ugyanez a helyzet, mint a judóval. Zsigaro Kano létrehozza a judót. Hát a judó azért még harci művészet. A judó még tele van a japán kultúra elemeivel. De ahogy olimpiai sportá válik, az olimpiai
olimpia azért kezdi lerúgni magáról a kultúrát, kezd lerúgni magáról mindent, és megjelenik a tiszta sport. Tehát Magyarországon a 60-as években, amikor a Zsigoro Kano által létrehozott judo megjelent, akkor még azért nagyon a japán kultúra része volt, még a rítusok ott voltak, még a harci művészet ott volt, még a japán kultúra markánsan megjelent ebbe a dologba. Hát ma már azért ezt nem lehet tetten érni. Ez egy folyamat, én azt gondolom, hogy a lovasiászattal se lesz másképp. A lovasiászat is egy olyan sportág, ami jelenleg mind a hagyományt, mind a harci művészetet, mind a sportot arányaiba tartalmazza, de attól a pillanattól kezdve, hogy ebből olimpiai sport lesz, egyetlen egy dolog fog megmaradni markánsan, a sport része. Ez egy folyamat, ez mindenre igaz, és mindenre így van. Kilugozódik gyakorlatilag a kulturális tartalom, és a médiák által fogyasztható küzdelem, a sport, az eredménycentrikusság marad meg. Én ezt nem ítéletként mondom, én a sportot egy rendkívül fontos dolognak tartom, nincsenek alárendelt, fölé rendelt viszonyok, ezek eltérő utak. Eltérő út a hagyományőrzés, eltérő út a harci művészet, eltérő út a sport. Jelen pillanatban ez még a lovasiászatban együtt van, ideig, óráig fog együtt állni, ez szét fog válni, mert ez a tapasztalat a mindennek. Így lett a judóból cselgáncs. És akkor egy nap a lovasiászatból is válhat egy sport, és akkor az te úgy gondolod, hogyha ez majd megtörténik, akár a te életedben, akár majd azután, hogy te már nem leszel. Te úgy gondolod, hogy ez a lovasiászat sikere lesz majd azon a napon, amikor ebből egy professzionális sport válik, vagy inkább úgy gondolod, hogy akkor az ágazzon le, de annak semmi köze ahhoz a hagyatékhoz, amit te hagysz? Hát a lovasiászat jelenleg a nemzeti kulturális örökség része és hungarikum. Tehát itt azért regisztrálva van, hogy többről van szó, mint egy sportágról. Mégis én az az ember vagyok, mint ennek a harcművészetnek az alapítója, hogy én Svájcban, Lozánban hoztam létre a Világszövetségnek a központját azzal a célzattal, hogyha az engem követő generációnak szándékában áll olimpiai sportággá vinni ezt a dolgot, ennek az alapjai az én generációm által meg vannak teremtve. Tehát ez a következő generációjé, azért, hogy tudjuk, hogy hol tartunk, egy olimpiai sport 50 országban kell, hogy szakági szövetséggel kell rendelkezzen. Hát mi még nem vagyunk 50 országban, nem hogy szakági szövetséggel nem rendelkezünk, de én azt gondolom, hogy az én felelősségem az, hogy megteremtsem annak a lehetőségét, hogyha az engem követő generációk ebből olimpiai sportágat akarnak csinálni, akkor ennek az alapjai meglegyenek, el legyen készítve. Ez jelentem, megvan. Ha az én személyes véleményemet kérdezik, akkor azt mondom el, ha a lovasiászatból olimpiai sportág lesz, akkor a nemzetem ezzel jó jár, hiszen a magyar nemzet adott a világnak egy olimpiai sportot, és jelentem, a kultúra veszít, mert azok a kulturális elemek, amik jelenleg markánsan megjelennek a lovasiászatban, azok a kulturális elemek, amik a lovasiászaton keresztül markánsan megjelennek a világ minden részén, ahol én a lovasiászatot exportálom. Most néhány hete Iránban voltam, néhány hét múlva Katarba megyek, de ott van Kínába, Oroszországba, az Egyesült Államokba, Európa minden országába szintén. Jelenleg ez a lovasiászat a magyar kultúrának egyfajta zászlóshajója ezekben az országokban. Mi fog történni? Az fog történni, ha olimpiai sport lesz, ezek a kulturális elemek ki fognak lugozódni, viszont ha szerencsénk van, akkor adtunk a világnak egy olimpiai sportot. Tehát a mérleg serpenyőjében a kultúra és a sport ott van, meglátjuk, hogy ez a meccs, ez hogy fog lezajlani a jövőben. Említi egy írásában, hogy akkor kezd szétesni egy harci művészeti iskola, amikor a vezetésben nem a harcos archetípus kerül, hanem nem. És különösen igaz ez, nyilván a vezetés az a mester, vagy akár mesterek, vagy az ő oldalán ülő egyenrangú vezetők.
akkor ezek szerint a mester nem lehet nem harcos, különben az nem jó felé vezet. De ezt a kifejezést, hogy mester, ezt egy csomó egyéb iskolában is használjuk, akár művészeti iskolában, de érted, legyen ez az impressionizmus, nem egy harci művészeti iskolában. Vajon egy művészeti iskolában ugyanúgy a mesternek, harcos archetipusnak kell lenni, vagy ott az elengedhető, mert ott nem a harcról van szó? Tehát kell-e, hogy egy iskola vezetője, és nem a harcról beszélünk, ettől még harcos legyen? Akkor beszéljünk a mester fogalmáról. Tehát a mester az két dologból tevődik össze, egy szakmai tudásból és egy emberi minőségből. Na most nem minden esetben követi az emberi minőség a szakmai tudást. Tehát általában mi azt mondjuk, hogy köműves mester. De hát azért ez lehet egy alkoholista, nem? Tehát azt mondjuk, hogy egy jó, most nem, mert, de használjuk ezeket a szavakat. Tehát a mester az két dolgot jelöl jelen pillanatban, egy szakmai kvalitást, ami nagyon, nagyon markánsan minden harci művészetben meg van határozva, hogy az adott harci művészetben milyen elemeket kell végrehajtani. A szál a jóistennek a lovasi jászatban, ez objektív, mert egy pontszámhoz kötött, ez a 210 pont, azt a 210 pontot meglövi, akkor meghajolunk előtte, a kalapunkat megemeljük, és azt mondjuk, hogy ez a mester szint. Tehát azt tudjuk, hogy ez a fiatal ember, most ez 16-18 évesen már meglövik ezt a pontszámot, tudjuk, hogy ez a fiatal ember, ez meglőtte, elérte azt az eredményt, ami szakmailag a mester szint. Na de hát emberileg ő még nagyon messze lehet ettől a dologtól. Vagy lehet az, hogy emberileg egy mester, de a sport teljesítményében ezt az adott pontszámot még nem ért el. Ezek szétválasztható dolgok, mi nagyon sokszor belekeveredünk ebbe, és olyan elvárásaink vannak emberekkel szembe, akik valami nagyon nagy teljesítményt tettek le az életbe, szakmailag, legyen ez a költészet, legyen ez a zene, legyen ez a színű, legyen ez bármilyen területe az életnek, nagyon magas teljesítményt tettek le, nem biztos, hogy emberileg példaképeink. Na most jó esetben egy harci művészeti iskolában a mester, aki egy magas szakmaiságot elért, emberi minőségbe is ezt el tudja érni, ez egy cél. Amikor én azt mondom, hogy önismeret, amikor azt mondom, hogy személyiségfejlesztés, akkor nyilvánvalóan arról beszélek, hogy ezt az emberi minőséget célozzuk meg, és legyen ez egy cél. Onnét tudjuk, hogy mester, hogy elkezdik mesterként szólítani. És ezt komolyan is gondolják. És nem csak a sport teljesítményt látják bent, hanem látják azt a fajta bölcsességet, azt a fajta többletet, mint amit maga egy szakmának a maximális elsajátítása jelent. Tehát itt egy magasabb szintű erkölcsiség jelenik meg, vagy megjelenik, vagy nem. Tehát maga a tevékenység ezt nem predesztinálja. Tehát az, hogy én meglövöm a 110 pontot, ez nem jelenti azt, hogy én egy jó ember vagyok. Ez azt jelenti, hogy én meglőttem a 110 pontot. Viszont, ha én igyekszem abba az irányba, hogy valahogy ezt összehozzam, és hogy lássuk, hogy ez hogy történik. Ez úgy történik, hogy két tevékenység van a lovasi jászatban, az egyik a lovaglás, a másik pedig az íjászat, amit egymástól függetlenül is folyamatosan gyakorolni kell. Az íjászat egy lehetséges út befelé. Minden lövéssel egy picit közelebb tudunk kerülni önmagunkhoz, ha ezzel a szándékkal gyakoroljuk. Ha minden lövéssel megfigyelem azt, hogy bennem milyen lelki folyamatok zajlanak le. Uram, bocsán, megnézem azt, hogy a lövés előtt, a lövés pillanatában és a lövés után mit éltem meg. Elkezdem ezeket összehasonlítani, hova vezet ez a dolog. Milyen lelki állapot tud kizökkenteni abból, hogy én tökéletesen eltaláljam a célt. Hogy állok neki az edzésnek, hogy tudok ennek fölkészülni. A lövésekkel egy picit közelebb tudok kerülni önmagamhoz, ha nekem ezzel ez a célom. Mit jelent a ló? A ló a külvilággal való kapcsolat szimbolikája lehet. Az, hogy én a lovammal hogyan bánok, ebben megjelenik az, hogy én a külvilággal milyen viszonyban vagyok. Tehát a ló az társamként tekintek a lóra, eszközként tekintek a lóra. Úgy tekintek a lóra, hogy az egy tükör, és visszajelzi azt, hogy én hogy bánok vele. Hát az én lovaimon az összes hiányosságom és az összes erényem látszik. Az a ló, amit én képzek ki,
az minden hiányosságomat és minden erényemet vissza fogja tükrözni. Ha én jobb ember leszek, jobb lovat fogok kiképezni. És ezek összetett dolgok. Tehát van-e az íjászaton keresztül egy lehetséges út befelé belső világunkba, és a lóval való kapcsolaton keresztül van a külvilággal való kapcsolatunk, és mi történik a lovas íjászatban? Ennek a két dolognak egy pillanatban meg kell jelenni, hiszen nekem nem elég koncentrálni, nekem összpontosítanom kell, nekem a lövés pillanatában a lovammal is, és a céllal is tökéletes összhangba kell lennem. Ha tökéletes találat létrejön, ez azt jelenti, hogy mind a külső, mind a belső világommal én harmóniában voltam. Ez akkor válik személyiségfejlesztéssé, akkor válik önismeretté, hogyha én ezt ilyen szemszögből nézem. De én csinálhatom úgy is, hogy nem érdekel engem ez a dolog, én nem kezdem feltárni önmagam rejtett titkait, engem az érdekel, hogy eltaláljam a célt, és lehetek nagyon eredményes versenyző. És ez nem az van, hogy egy harci művész majd a világ legjobb lovasiásza lesz, nem, egy sportoló lesz a világ legjobb lovasiásza, vagy egy harci művész lesz a világ legjobb lovasiásza. Ez két egymástól különálló dolog. Célként vagy eszközként használom fel ugyanazt a dolgot. De az indiai kasztrendszernek a varnáit, vagyis hát ezeket az ősi kasztokat alkalmazod az alkalmasság kiválasztásának a kritériumaként. És te azt vallod, hogy a harcos kaszthoz tartozó személy kell, hogy legyen a mester, illetve, hogy aki jelentkezik nálad, illetve bejelentkezik a te harcművészeti iskoládnál, mint növendék, ő tartozzon már a harcos kaszthoz, mert neki való ez az út. Ez akkor az ő útja, hogyha ő a harcos kaszthoz tartozik. Ezt te azonnal meglátod rajtuk, hogy ők a melyik kaszthoz, vagy hát mit tudom, nagyjából egy órán keresztül figyeled az illetőt, és akkor már meg tudod állapítani róla, hogy ő a harcos kaszthoz tartozik-e, akkor látod, hogy alkalmas, de ha azt látod, hogy nem a harcos kaszthoz tartozik, hanem ő mondjuk egy kereskedő kaszthoz tartozó, mondjuk a te szemedben, vagy te úgy ítéled meg, hogy ő inkább egy papi kaszthoz tartozó. Tehát nem igazán az ő útja, nem igazán itt lenne a keresnivalója, lehet, hogy másfelé kéne keresnie az ő harmóniáját, az ő beteljesülését, az ő belső útját. Akkor te őt eltanácsolod, vagy ha azt látod, hogy hiába nem a harcos kaszthoz tartozik, de annyira akarja ezt a dolgot, annyira elkötelezett, hogy ez nem fog számítani, mert meg fogja tudni ugrani azt a követelményt, amit te elvársz, akkor az kvázi kiléphet a kasztjából a te harcművészeti iskoládban, vagy fogva tartja őt a kasztja? Ez most nagyon kirekesztő. Tehát most ez úgy hangzik, hogy akkor én vizslatom azt, hogy ki milyen kaszt, és itt vannak kasztok. Alapvetően archetípusok vannak. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy egy harci művészeti iskola a harcos archetípus számára kedvezőbb önismereti utat biztosít, és kedvezőbb személyiségfejlesztőt biztosít, mint egy bármilyen ettől. Az nem jelenti azt, hogy egy bármilyen ettől eltérő karakter számára ez ne lenne hasznos. De azt tudnunk kell, hogy a leghasznosabb ennek az archetípusnak van. És ez fontos tudni. Tehát rengeteg olyan ember van, aki ezt gyakorolja, csinálja, előrébb jut. Semmi kirekesztés nincs, és semmi vizslatás nincs ebben a dologban, mert bárki bármilyen harci művészetet csinálja, de ezt le kell szögeznünk. És ez egy nagyon fontos dolog, mert ezek a látszólag lényegtelen dolgok a 21. század szolgáltatásaiban elcsúsztak. Ugyanis mi a sírveresztő kötele a harcművészeti iskoláknak? A szolgáltatás. A szolgáltatás, ami azt eredményezi, hogy a mester függő viszonyba kerül a tanítványokkal. Egy mesternek a tanítványaitól mindig független viszonyba kell lenni. És hogyha én elindítok egy szolgáltatást, akkor ezzel a szolgáltatással veszélyeztetem ennek a szellemi konstrukciónak a nívóját azáltal, hogy tömegekre koncentrálok. Minél több tag van, annál nagyobb a bevétel. És akkor arról beszélsz, hogy ezek a mesterek, az ilyen fajta mesterek inkább megkönnyítik a csatlakozást a harcművészeti iskolához, sem mint hogy megnehezítsék, hiszen
az nekik anyagi hasznuk, hasznukra szolgál, hogyha minél többen csatlakoznak, és akkor ilyen módon felhigul az állomány? De hát ezt pontosan látjuk a világban, hogy kétféle tendencia van. Fölemelni a tanítványt, vagy a tanítást levinni a szintjére. Hát ez az alapproblémája a világnak. Hát fölemelni a tanítványt, az nehéz. És ezért ezeknek a száma azért megfogyatkozik. Most nyilvánvalóan, hogyha én ebből egy szolgáltatást csinálok, akkor nekem gazdaságilag jobban megérni, levinni, hiszen a tömegek ott vannak. Igen, tehát akkor te arról beszélsz, hogy a harcművészeti iskolák szinte mindegyike leszállítja a tanítást a növendék szintjére, ahelyett, hogy felemelni a növendéket a tanítványnak, a tanításnak a nívójára. Én azt állítom, hogy ez egy hiba. Tehát én azt állítom, hogy egy hiba, és ez sajnos a jelenkorunkat jellemzi, hogy nem emelünk, hanem leviszünk dolgokat. És hogy emögött alapvetően az anyagi megtérülés. A szolgáltatás. Tehát, tehát ezek nem szolgáltatás. Tehát az önismereti út és a személyiségfejlesztés, ez nem egy szolgáltatás. Ha egy szolgáltatás szintjére megy, akkor a nívó alapvetően csökkenni fog. Tehát akkor te arról beszélsz, hogy a mesternek, ha ugyan mester, az a kötelessége, hogy az iskolához való csatlakozást megnehezítse, ne pedig megkönnyítse a növendéknek. Még ezt sem mondanám, de nyilvánvalóan ez hozzátartozik a dologhoz. Szerintem akkor az izraelita vallás harcművészet. Szerintem azok a problémák, amik a harcművészeti iskolákkal lezajlanak, azok nagyon rávilágítanak a korunk problémáira, és tudunk bizonyos párhuzamokat vonni. Tehát még egyszer mondom, itt két lehetőség van, vagy levinni alacsony szintre, és hogyha én alacsony szintre viszem le a követelményeket, akkor tömegekhez jutok. Míg ha az a feladatom, hogy emeljek, addig egy kisebbség van. Vagyis ha egy mester nem független a tanítványaitól, akkor el tud mozdulni a tömeg irányába. A tömeg irányába pedig csak azon az áron tud elmozdulni, hogyha a kritériumrendszert alacsonyabbra teszi. Ez az önkényes mérvadó. Kórház? Ez az önkényes mérvadó. A kórház? Nem. Hát teljesen meg vagyok zavarodva. Jó, ezen mondjuk segíthetünk. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM-en. Nem szolgálunk, formálunk. Kassai Lajos társaságában is vele beszélgetünk, és én összegyűjtöttem néhány kérdést. Szerintem ez a műsor nem lenne elég, hogy alaposan kitárgyaljuk. Én arra gondoltam, hogy fölteszem őket egymás után egyben, és arra kérem, Lajos, hogy amelyik a leginkább zavarja, hogy egyáltalán a kérdést hallania kellett, arról beszélgessünk utána. Például megkaphatja-e a harcos típust hordozó ember a békét ebben a gyakorlatban? És egyébként kivel harcolunk békeidőben? Mit kezd a városi ember a lóval? Mit szólna ön, ha a biciklis íjászat formában ragadná magához a tömeg, amit csinál? Illetve ön hagyományos életet és hagyományos párkapcsolatban él. A modern nő pedig férfias jellemzőkkel válj magának karrierutat a városban. Én látok nőket is a lovasi íjász iskolában. Ők, az ő harcművészé nevelésük nem ezt a modern átalakulást szolgálja, nem az lesz, hogy akkor ők a karrierista nővé alakulnak, nem pedig azé a nő típussá, akit feleségéül választott, nem kontraproduktíve ez. Vagy ezek a nők, akik ha az ön iskolájában tanulnak, egyébként is inkább a harcosabb típusnak a megtestesítői. Ez a sok katyvasz a kérdésem. Szerintem én ezekre már válaszoltam, de én lövök egy kerekű bicikliről, tehát ez egy létező dolog, ugyanis nagyon fontos a lovasiászatban a ritmus és az egyensúly. Én kifeszített kötélen sétával lövök jobb kézzel, bal kézzel, és egy kerekű bicikliről lövök jobb kézzel, bal kézzel, tehát ezt nem kell kitalálni. Még mindig várat a roller műfaja szerintem az íjászatra. A roller azért várat, mert szerintem azért fogni kell a kormányt. Szerintem az a roller eldől, hogyha nem fogjuk, de egy kerekű biciklinél nincs ilyen. Tehát minden belefér ebbe a dologba. Nyilvánvalóan a lovasiászatban azért a ló az alap, és még egyszer. Tehát itt most annyi kérdést tett föl, hogy menjünk végig, nem tudunk? Tehát egy kérdés, egy válasz. Röviden, gyors válasz. Egy kérdés, egy gyors válasz.
Tehát megkaphatja egy harcos típust hordozó ember a békét ebben az iskolában? De miután ez egy önismereti út elsősorban, és a személyiség fejlesztése, hát szerintem a személyiség, de ezek nem békétlen emberek. Hát itt nem arról van szó, hogy ezek az emberek háborúban állnak önmagukkal és a világgal. Egyértelműen a természetüknél fogva ez a fajta légkör vonza, és ebben a légkörben találják meg az önismereti utat és a személyiség fejlesztését. Miért ne találhatná meg? Ha nem találja meg a békét, akkor sehol nem fogja megtalálni szerintem. De esélyesebb, hogy békét azt talál, akit az út jobban érdekelt, mint a cél, nem? Abszolút. Tehát nyilvánvalóan a harci művészetekben ez egy nagyon fontos dolog. Hát az útnak akkor van vége, amikor meghalunk. Hát a lovasi jászattól csak a halál választhat el, és addig módunk és lehetőségünk van a személyiségünk fejlesztésére. Hát amennyiben az útnak akkor van vége, amikor meghalunk, de valakit mégis a cél érdekel jobban, akkor az ő célja az kéne legyen, hogy meghaljon, de ha mégis harcos típus, akkor ez az öngyilkos kommandó lesz a Brian életéből. Elvesztettem a fonalat. Nem baj. És egyébként békeidőben kivel harcolunk? De én úgy érzem, hogy magunkkal harcolunk, tehát hogy nem arról van szó, hogy én azért megyek harci művészeti iskolába, mert verekedni akarok másokkal. Egész egyszerűen ez akkor vált szét ez a dolog, amikor ennek a harcnak a gyakorlói, akik még éles csatákban is részt vettek, fölismerték ennek a lehetőségét. És attól a pillanattól kezdve ők már nem csak a csatára és a fegyveres konfliktusokra koncentráltak, hanem rájöttek arra, hogy ez az életükhöz, a személyiségfejlesztésükhöz hozzátesz. Nem feltétlenül kell ezt szétválasztani, ettől ők még tudtak csatába menni, vagy adott esetben nem csatába menni. Ez mindenképpen ez eszköz volt, és hangsúlyozom, hogy ez egy arhetipusnak a lehetséges útja. Befejezem ott a kérdéssoromat, hogy és a nők. Tehát, hogy a nőknek a harci művészeti iskolában való részvétele, akkor is, ha őket nem hagyja át a harciasság, mondjuk, azokat, akik éppen ott tanulnak, nem nyernek-e egy harciasságot, amivel pont a modernebbé váló világba engedi őket vissza? Nem a hagyományok felé. A harci művészetek gyakorlatából nem lesz harc. Milyen? Agresszív? Vagy milyen szó? Nem, harcias lehet, hogy azt mondtam. Nem lesz harcias. Tehát, csak kitartó? Tehát ez a harcos, az kitartó? Nem, de hát most, hogyha én azt nézem, hogy minden lövéssel egy kicsit közelebb kerülök önmagamhoz, én nem tekintek a célra, mint egy ellenségre. A cél számomra egy hőmérő, ami mutatja a hőmérsékletet. Tehát nem azért van 40 fok, mert a higanyszál a 40 fokon van, hanem azért van a higanyszál 40 fokon, mert 40 fok van. Tehát kapok egyfajta visszajelzést. Tehát az, hogy én egy adott lelkiállapotban kezembe veszem az íjat, és elkezdek gyakorolni, és ez milyen szórást eredményez, ezt én hogy tudom becentralizálni, hogy tudok ezen változtatni. Az agresszivitásnak ez az ég egyadt a világon semmi köze. Akkor ez nem is harcművészet, akkor ez viszont egy életgyakorlat. Igen, de mégis, tehát a harci művészet az abból adódik, hogy akárhogy is nézem, egyfajta harci cselekményt hajtok végre, hiszen a lovasi jászat az egy harcászati tudomány volt régen. De én már ezt nem úgy alkalmazom, én már magát a tevékenységet alkalmazom, korrán sem azzal a céllal, hogy én itt Nyugat-Európába hadjáratokat, vagy Bizánc felé hadjáratokat folytassak, hanem egész egyszerűen látom ennek a 21. századi lehetőséget. Véleményem szerint minden generációnak az Istennel újra kell gondolni a viszonyát. Véleményem szerint minden generációnak a lóval újra kell gondolni a viszonyát. Véleményem szerint minden generációnak ezekkel a tevékenységekkel újra kell gondolni a viszonyát. És biztos vagyok abban, hogy egy 5. századi, 4. századi ember számára a gyakorlás egész más jelentett, egész máshonnét máshova akart eljutni. Na most itt van az a dolog, amin keresztül egy picit be tudunk nézni a jelenlegi társadalmunkba, és itt van a mesternek a felelőssége, aki helyesen alkalmazza ezeket a gyakorlatokat, és uram, bocsá, nem csak egy szemét érint ez a dolog, hogy most ennek a személynek bizonyos önismeretre, bizonyos személyiségfejlesztésre szükség van, hanem uram, bocsá, azt látja, hogy itt a társadalomban is vannak olyan anomáliák, amire esetleg fel kéne hívni a figyelmét, mert ebből a szögből látja.
Most mondok egyet például, ugye egy szó volt arról, hogy én elkezdem magam ünnepelni, akkor azért látszik, hogy én nem befelé fordultam abba a pillanatba, hanem én vetítek valamit, hogy én milyen ügyes gyerek vagyok, eltaláltam a célt, csapkodom a térdem, fölemelem a kezem, hurrá, láttátok, mindenki látta, eltaláltam. Hát ez nem az az attitűd, amit szorgalmazunk ezen a téren, mert ott látszik, hogy ez, aki azt ott csinálja, ez nagyon kifele van, és valamit vetít. Én Svédországban voltam egy étterembe, egy tengerparti étterembe. A svéd asztal az nem az, amit mi itt látunk Magyarországon. Tehát a svéd asztal Svédországban egész másképp néz ki, az tényleg egy kulináris élmény, az nem marad meg a kaszinó tojásnál, meg az orosz salátánál. Tehát ez tényleg egy érdekes dolog, és én ott ez egy kiváló étterem volt, és ennek az étteremnek az volt a sajátja, hogy 100 évvel ezelőtti képekkel volt kitapétázva, ahol halászok vannak, ahol parasztemberek vannak, ahol nemesek vannak, ahol, tehát ilyen 1800-as évek vége, 1900, és ahogy fogyasztottuk a svéd asztalt, így folyamatosan a jobbnál jobb tengeri fogásokat, én az én tekintetem elidőzött ezeken a képeken, és a vacsora végére eszméltem föl, hogy nagyon szép emberek vannak, szép ruhákba, hozzák azt a kort a maguk természetességébe, de azt vettem észre, hogy senki nem mosolyog. És akkor én föllapoztam a családi albumot, és megkerestem azt a dátumot, amit ha visszafelé lapozok, senki nem mosolyog a képeken. És megtaláltam azt, hogy eljött az az idő, amikor kötelezővé vált a mosoly a fotózáskor. Cheese, szilikon cici, mindenfélét kiabálunk, tehát beállok fotózni, és akkor egy ilyen kényszeredett mosoly, mert ha én nem mosolygok, akkor esetleg egy őszinte képet látnak rólam. Szerintem túl nagy energiabefektetés vagy anyagi befektetés volt egy fotográfiát elkészíteni 1892-ben, és amikor az elég olcsó lett ahhoz, hogy nem különleges, akkor már tudtak vigyorogni. Melyik festmény, melyik portréfestményen a nagy habos gallérokkal, melyiken vigyorog az, akit lefestettek? De hát én most visszadobnám ezt, mert itt most eltértünk a harci művészetekről, mégis beszélek egy attitűdről, ami látszólag nagyon eltérő az önünnepléstől, de mégis valahol tetten érhető, hogy van egy ilyen elmozdulás. Az elmozdulás pedig semmi más nem jelent, hogy én valami mást akarok vetíteni, mint amilyen vagyok az adott pillanatban. Tehát ezek az emberek, én azt gondolom, azon a fotón őszinték voltak, olyanok voltak, amilyen egy halász a csónakja mellett, amilyen egy paraszt az ekeszarva mellett, ahogy egy inas viszi az urának a cekkerét, és belenéz, tehát én olyan... De ők beálltak ezekre a fotókra? Ezek olyan fotók voltak, tényleg nagyon eltértünk, de a kamerában néznek, vagy végzik a kamerában... azt a tevékenységet? Hát az történt, hogy mire annyira hozzáférhetővé vált a fényképezőgép, meg a fényképezés, hogy már nem kellett megjátszaniuk magukat, már meg volt hamisítva a létállapotuk. Szerintem ez a korai, illetve nem, a fogyasztói kultúra totalizációjával és a korai hollywoodi élménnyel érkezett meg. Igen, de látjuk az összefüggést, látjuk azt, hogy itt valami elmozdult. Az amerikai álomszemélyiség hamisítása. A 20-as évek bulvárlapjai már mosolyognak az amerikai sztárok. Szerintem onnantól kezdett el mosolyogni mindenki. Nálunk nem. Nálunk mikor kezdett ezzel? 90 után. 90 után. Így van. Mm-hmm. Tehát én is azt konstatáltam. A vasfüggöny ezt a mosolyt ezt feltartóztatta. Igen. Tehát viszont nekem lenne egy kérdésem a személyes történetem, vagy személyes sorsom kapcsán. Én, hogy én most sportoló vagyok, vagy harcművész, igazából ez a kérdésem. Én a 90-es éveben kezdtem el sportlövészettel foglalkozni, és nagy büszkeséggel mondhatom, hogy igazán rossz sportlövész vagyok. Voltam egészen a legutóbbi évekig. A sportlövészetnek számtalan ágában kipróbáltam magamat, és közepesnél jobb eredményeket soha nem értem el. Igaz, soha nem volt edzőm, soha nem volt mesterem. Kipróbáltam magam a történelmi lövészetben, pontlövészetben, most éppen dinamikus számokban próbálkozom, és így nagyjából a 40-es éveim közepére jött meg az a, nem tudom, magabiztosság, vagy nyugalom, talán ez a két legjobb szó, igen, ami az első valódi eredményeket hozta. És én azt figyeltem meg magamon, hogy
attól a pillanattól kezdve érkeztek meg ezek az eredmények, amikor lehántottam arról a sportágról szinte mindent, ami a mítosz volt, ami a történeti közeg, vagy történelmi közeg, a hangulat, a millió, a hozzátársított számtalan érzelem és nem tudom, gesztus, és csak a sportra magára koncentráltam. Arra a technikai eszközre, ami a kezemben van, amivel egy nagyon gyorsan mozgó fémdarabot kell a megfelelő helyre eljuttatnom, és a vége az lett, hogy egyszer csak így 20 évnyi sikertelenség után elkezdtek jönni az eredmények. És a kérdésem igazából az, hogy léteznek-e egyéni utak, illetve hogy a kettő nem járhat-e kéz a kézben. Én nem sportoló akarok lenni, hanem jó akartam lenni abban, amit csinálok, ugyanakkor a jóságomat mégiscsak a sporteredmények igazolják vissza. A versenyeken, és ahogy elmondott, pont a kultúrát álmoztad le a róla. Igen, az alapján, amit eddig ön elmondott, ezek szerint én sportoló vagyok. Mégsem érzem magam igazán annak. Inkább csak azt mondanám, hogy ez a kényszerű következménye annak, hogy valaki elkezdett valamit, jó, vagy jelen esetben én elkezdtem valamit amatőr szint felett egyel jobban csinálni. Sok a kérdés. Tehát az első, tehát az, hogy csak egyéni út van. Csak egyéni út van, tehát nincs két egyforma ember. Tehát véleményem szerint a motivációs trénerek ott követik el a legnagyobb merényletet az emberiség ellen, hogy egy kalap alá vesznek mindenkit. És amikor én elkezdtem erről a dologról beszélni, én hangsúlyoztam azt, hogy számtalanféle önismereti út van. A harci művészetekben rejlő önismereti út és személyiségfejlesztés a legjobban a harcos archetípus számára válik be. És ezt tudnunk kell. Hát az, amikor a motivációs tréner kiáll, és egy szósszal leönt mindent, az nem veszi figyelembe, hogy egyéni utak vannak, elsősorban egy önismeretre van szükség, és miután szerteszünk erre az önismeretre, egy egyéni, adott esetben terápiát, adott esetben egy edzésmódszert tudunk felállítani, és ha 10 000 ember van egy Budapest arénában, akkor pontosan tudjuk azt, hogy 10 000 különböző útról beszélünk. Sportoló vagyok, vagy harcművész? Hát ha... C. De most ezt ne nekem tegye fel ezt a kérdést, hanem önmagának. Tehát, hogyha ön a teljesítményen keresztül közelebb került önmagához, és a sportot, mint egy eszközt használta föl, és az eredmények, mint egy visszajelzések voltak azon a személyiségfejlesztési úton, akkor ön mindenképpen ezt az utat választotta. Ebből én meg nem tudom megállapítani, hogy ön harcos-e vagy nem, de az eltérés talán a segítek, az vagyok. Akkor... kellemetlen ember. Akkor itt rám nincs is már szükség a továbbiakban. Én azt gondolom, hogy ami nagyon látszik, az, hogy egy harcművészeti út gyakorlása azért fájdalommal jár. Tehát én 5 Guinness világrekordot hoztam létre, ezek között van olyan, amikor 24 órán keresztül váltott lovakon, megállás nélkül lovasíjáztam. Az fáj. Viszont soha nem szenvedtem. Tehát onnét tudjuk a különbséget, hogy az ember a helyén van, hogy a fájdalom szenvedéssel jár együtt, vagy nem. Ha a fájdalom szenvedéssel jár együtt, akkor feltételezem, hogy nincs a helyén. Ha a fájdalom nem jár együtt szenvedéssel, akkor a helyén van. Ez is adott esetben egy kapaszkodó lehet az ön történetében. Ez az Önkényes Mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral itt a Spirit FM-en. Továbbra is Kassai Lajossal beszélgetünk, most már többször szóba kerültek a trénerek, ezek az ego trénerek, akiken mi is rugózunk, nevesíteni is tudnánk, de kár volna ilyen keveset megnevezni. Ők is kínálnak egy személyiségfejlődést, de ugye nem foglalkoznak veled, mivel ez egy széles körnek adott sablon válasz. És itt Lajos is azt említette a nyári kérdésére, hogy csak egyéni út van, és valóban egy bizalmi kapcsolatnak és egy megismerésnek kellene történnie, mielőtt azt mondom, hogy mi az én tanácsom a te számodra. De nyilván a jegyeladás és könyveladás, és a tömegterméké változtatás, meg a DVD aladás, az eredménye, ez egy nagyobb bevétel. És az eredménye a dolognak nem a személyiség fejlődése, hanem a személyiség eltörlése.
Hát ez éppen, hogy személyiség pusztító hatású, tehát amikor te megtanulod azokat az életelveket, amelyeket a tréner rád lőcsöl, akkor azok nem a te életelveid lesznek, hanem a tréner által, vagy még jobb esetben egy, vagy a még gyakoribb esetben egy amerikai szerző által ezeknek a sikerkönyveknek, Dale Carnegie sikerkalauza, tehát egy nagyon profi személyiséggyilkos már ezt, ennek az alapjait lerakta valahol, és ami itt történik, az már nem a személyiségnek a fejlesztése, kvázi nem a saját utadra vezetnek rá téged, vagy segítenek téged, hogy a saját utadra rátalálj, hanem van egy út, a siker útja, ami le van írva, ami bárki számára megtanulható, de hát nyilván lusta vagy a kezedbe venni és elsajátítani, ezt megkönnyíti neked a tréner, megkönnyíti neked a tréning, itt más lehetőséget sem lesz, mint rálépni erre az útra, a Dale Carnegie által kikövezett útra, mert itt mindenki ezen van, itt a referenciák ebbe az irányba mutatnak, itt a mester erre tanít téged, és nincsen felvételi, tehát pont arról van szó, hogy a felvételi az annak a bizonyos összegnek a befizetése, aminek a fejében te oda kerülhetsz. Az a kasszai, és nem a kassai. Így. Elnézést. De hogy? Ezeken az eseményeken olyan emberek ülnek, akik legalább szeretnének valamiben változni, csak hogy nem magukat akarják megtalálni, nem a belső utat, nem saját magukat, hanem egy cél van. Tehát ők, ez már biztos, hogy sport lehetne, ha esetleg megmozdulnak. És biztos, hogy nem művészet. Nem ez az alapvető különbség. Az alapvető különbség az önismereti résznek a kihagyása. Tehát minden stimmel, és azok de van valami önismereti rész, hát eljöttek ide. Valami nem tetszik nem. Hát nekik saját az magukban, önismeret, és keresik, hogy ki ad rá megoldást. Az önismeret azért ettől jóval több. Tehát, hogy itt egy narcisztikus ember számára nem ugyanaz a motiváció, tehát nem ugyanaz a motiváció egy introvertált számára, mint egy extrovertált számára, nem ugyanazok az utak. Tehát nyilvánvalóan én, mint edző, az elsődleges cél az, hogy megismerjem a tanítványt, föltérképezzem annak a hiányosságait, mármint azokat a hiányosságokat, amik ahhoz kellenek, hogy hatékonyan tudjon lovasiászni. Ritmus, egyensúly, erőnlét, esetleg fél alóltól. Tehát nagyon sokféle probléma van. Én fölállítok ebből egy listát, egy önismereti listát, megnézem azt, hogy mi az, ami most a problémát jelenti, és akkor nekünk az edzések során arra a problémára koncentrálva azt a problémát kell javítani, ha a ritmus problémája van, akkor a ritmust kell segíteni, ha egyensúly problémája van, az egyensúlyt se kell segíteni. Ha erőnléti problémája van, az erőnlétet kell segíteni. Igen, tehát föl kell mérni, tehát fölmérni. Nincs az, hogy én kiadok egy jelszót, és ezt 10 000 ember visszaordítja, és akkor megoldottuk ezt a problémát, hanem 10 000 ember másképp fog visszajelezni, és ennek a 10 000 embernek különböző problémái vannak, feltérképezem ezeket a problémákat, majd a térkép segítségével megoldásokat tudok adni. Erre, ha nagyon szemtelen vagyok, tudom azt mondani, de hát az önismerét ennél sokkal több. Pontosan ugyanazt a választ, mint amit ön adott nekem. Én csak arra akartam rámutatni, hogy azok az emberek, akiket bevonz ez az egótréner vonal, ők legalább úgy érzik, hogy külső segítséget vennének igénybe az életükhöz, mert valami nincs rendben, és ugye ez a probléma nem mutat rá azokra az emberekre, akik pedig azt gondolják, pedig nem jó nekik, hogy minden a legnagyobb rendben van. Tehát oda azok a szerencsétlenek jutnak el, akik pedig már akartak magukon változtatni. És az árnyékban nem van az a sok millió ember, aki úgy gondolja, nem. Hogy ő elkészült én, már négy én, évesen, és tök én jó attól lesz félek, így. Én attól félek, hogy nem azok az emberek jutottak oda, akik magukon akarnak változtatni, hanem azok, akik az egzisztenciájukon akarnak változtatni. Értjük a különbséget? Mert a célért mentek hát oda, ki, és nem saját itt egzisztencia van fölkínálva. Tehát itt egy jólét van fölkínálva, itt a siker van fölkínálva, itt a pénz van fölkínálva, itt az van fölkínálva, ha ilyen leszel, akkor ennyit pénzhez fogsz hozzájutni. Itt nem az önismeret hiányát látom ezekben az emberekben, nem az önfejlesztés hiányát, hanem az egzisztenciális problémát látom, és ő úgy gondolja, hogy ezeknek a magatartás formáknak a felvételével az ő egzisztenciája egy magasabb szintre kerül, de javítsanak ki, ha rosszul látom.
Ha még trollkodhatok egy picit, ha már szóba került a rolleres íjászat. Köszönöm. Igen. Találkozott már a finn lófejsporttal? Elsősorban gyereklányok körében dívik. Van az a gyerekjáték, ami ugye egy bot fejére tűzött lófej, amit a gyerekek a lábuk kezé véve rohangálhatnak le föl fakarddal, meg csákóval a fejükön is imitálhatják a huszárrohamokat. És ebből Finnországban végül sport lett. És mondom, elsősorban gyereklányok művelik. A sport lényege igazából az, hogy egy tornateremben be van rendezve egy teljesen hagyományosnak tűnő lovas akadálypálya, amiben ezek a kislányok, elsősorban kislányok futkároznak körbe a lábuk között ezzel. De olyankor ők a lovak, nem a lovasok. Nem? Nem, ők lovak. Most lovasok ilyen, a lábuk között van ez a bot. De van náluk fejjel. Hogy? Van náluk kard? Kard nincs, hát ez tulajdonképpen egy díjugrató verseny egy lófejjel, tehát egy lóimitációval, és ők maguk ugorják át ilyenkor a kiépített akadálypályát, úgy téve, mintha lovagolnának. Nagyon 21. századi a dolog egyfelől, másfelől nyilván talán ennek a hopej nemzedéknek az egyik, hogy mondjam, megnyilvánulása ez. Simán lehetne ezt rollerre. Szerint a lósport egyúttal a lovak megkínzását is jelenti, vagy hát a velük való kíméletlen bánásmódtól való tartózkodás miatt alakulhatott ki ez a sport, én nem tudom pontosan, de egyfelől nagyon bizarr és ijesztő látvány, másfelől az emberben ilyenkor nyilván felmerül ez a kérdés, hogy de tulajdonképpen mi bajom van vele, és hogy ez is semmi más, mint egy lehetséges út az önismerethez és a kiteljesedéshez, ha az ember úgy tesz, mintha lovagolna. Hát a kis Jörgének nem jó a ritmusa, vagy az erőnléte, akkor nem kap egy vékonyabb partvisnyelet. Hiszen a gyalogalóban ott van ugye a lovaglás imitáció a két tökkel, és azzal a mozgással, ami azzal a gyalogló mozgással, ugye, ami a lovaglást imitálja, minden esetre nagyon bizarr. Ha őszinte akarok lenni, magának a tevékenységnek vajmi kevés köze van ehhez a dologhoz. A szemlélet az, ami meghatározza ezt. Tehát az, hogy én a lovasi jászatról, mint harci művészetről, önismereti útról beszélek, ezt én azért teszem, mert hozzám ez közel áll. De én bármiről el tudom ezt képzelni. Bármiről el tudom képzelni, nem a tevékenység határozza meg, hanem a tevékenység végrehajtásának a módja. És hogy én ezt eszközként használom föl, vagy célként használom föl, ez az, ami meghatározza. Én szerintem bármilyen tevékenységben az ember megtalálhatja az önismereti utat és a személyiségfejlesztését. Hát, hogyha ugyanezeket a kislányokat nem lovagoltatnák, hanem ilyen gyermekszépségversenyre vinnék 4 évesen műfogsorral, meg kisminkelve, akkor hát az is egy önismereti út, mert rá fog jönni, hogy aztán neki tényleg a külsőségen, meg az anyának a modellkarrierről történő lemaradásán kívül nem érdekli semmi. Nem tértünk most el egy kicsit nem, az egyáltalán nem. Az, ugye, én a Robinak átadnám a szót, mert én most itt kiestem. Én nem, minden generációnak ki kell alakítania a viszonyát Istennel, ez rendben van, és ki kell alakítani a viszonyát a lóval. És ez a generáció abban az országban, ebben a viszonyban áll a lóval ezek szerint. Inkább a saját ábrándvilág, inkább a saját ábrándvilágjával, amiben ő lovagolni vágyik, mínusz lovaglás. Óhajtja a lovaglás imitációját, mert az ahhoz tartozó kulturális krediteket, meg az ahhoz tartozó kulturális élményvilágot, hagyományt, ezt mind ezt óhajtja, de hogy valójában félúton van a között, hogy lovagoljon, meg a között, hogy legózzon a lovakkal, meg a lovat rakjon össze legóból, mondjuk, érted? Tehát hogy valahol félúton van e között, de ennek ez valójában arról szól, hogy ugye minden virtualizálódik. Itt a lovaglás tulajdonképpen virtualizálódik, nem olyan módon, hogy veszel egy PlayStation játékot, és lovagolsz a virtuális karaktereddel, hanem olyan módon virtualizálódik, hogy magát a lovat azt szimbolikussá tesszük, de azért a fejét megőrizzük, de azért a hozzátartozó mozgást megőrizzük. Szeretnénk lovagolni, de ugye alulról le lehet esni. Erről nem lehet leesni. Ezzel nem jár együtt kockázat. Tehát itt szerintem a dolog annyi, és a probléma vele szerintem igazából az, hogy itt van két jó megoldás. Az egyik az, hogy lovagolok. A másik az, hogy nem lovagolok. Mind a kettő teljes értékű megoldás, de egyiket sem tudja választani, mert óhajt lovagolni, na de azért lovagolni nem szeretne, és akkor abból lesz ez a bohóckodás. Nem?
szerinted az. Lajos meg az imént azt mondta, hogy ez is elvezethet az üdvösséghez. Hát jó, felőlem. Tudod, nyilvánvalóan bármi elvezethet, amit meditációs technikává tudsz formálni. De most csak az a kérdés, hogy mennyire lehet komolyan venni egy olyan tevékenységet, ahol egy ilyen botot, vagy egy ilyen seprűnyelet a lábad közé fogsz, és így ugrálsz. Lófejben végződ a seprűnyelet. Vagy így lófejben így már komolyan venni. Seprűnyelet. Igen. És akkor mi a városi ember viszonya a lóval, ezt is meg szerettem volna kérdezni. Amiről az imént beszéltünk. Hát ez szerintem a svéd kisvárosi ember viszonya a lóval, de tudod, éltek 2 millióan egy nagyvárosban. Nincs egy olyan szomszédok, aki otthon tart lovat, és te átmész és megnézed, hogy milyen az az állat. Nekünk már a ló nélkül van viszonyunk a lóerővel, vagy pedig az erő nélkül van viszonyunk a kutyával, meg a cicával, ugye? A 30 négyzetméteres panellakásban, és azzal az állattal már nem ismerkedhetünk meg. Tehát ugyanúgy szerintem maximum formailag messziről nézni. Most, hogyha Budapestet nézem, véleményem szerint Budapesten kiváló harci művészeti iskolák vannak, kiváló mind kínai, mind japán kung fu vagy karate iskolák vannak, tehát itt a Budapest szerintem bővelkedik olyan harcművészeti iskolákban, bővelkedik olyan belső utakban, amit lehet választani. Tehát egy budapesti ne válassza a lovasijászatot. Tehát a lovasijászatot elsősorban azok az emberek válasszák, akiknek módjuk és lehetőségük van. Hát itt meg kell találni, még egyszer mondom, ezek csak eszközök. Tehát a kung fu gyakorlásával, vagy a karate gyakorlásával ugyanezekhez az eszenciákhoz el tudunk jutni, amihez én a lovasiászat gyakorlásával eljutottam, miután én egy tanyán élek, nekem lovaim vannak, nekem ez a kézen fekvő. Így is alakítottam ki az életet. Tehát mindenki találja meg a saját útját. De hát, hogyha nem a harces archetípushoz tartozik, akkor még millió gyakorlási lehetőség van a jógán keresztül, a nem tudom míg. A lényeg az, hogy a saját infrastruktúrájának környezetéhez megfelelő gyakorlatokat válassza ki. Én biztos vagyok bent, hogyha annak az iskolának a vonalvezetése tiszta, akkor ugyanazokra az eredményekre kell, hogy jusson általam. Vágjunk rendet a fejemben, mert én valamit nem értek. Elhangzott, hogy a harcos a növendékek nagyjából 10%-a, és 90%-ára mondod azt, hogy az inkább a sportoló. Ami az én tapasztalatom, az, hogy a forma könnyebben követhető, mint a tartalom. De ez összefügg azzal, hogy az illető az a harcos kaszthoz tartozik? Nem, nagyon nehéz belelátni. Az én több mint 30 éves tapasztalatom az, hogy a forma követhető, a forma másolható, a tartalom nagyon nehezen. És gyakorlatilag a vallási irányzatokkal is ez a helyzet, hiszen pappá nem lehet képezni senkit. Tehát ezek ilyen alapesszenciák, én most a 10%-ot szerintem nagyon eltúlzónak gondolom, de valahogy ez nem áll távol a valóságtól, mert itt az a helyzet, hogy a könnyen másolható dolgok mennek tovább, legyen ez egy vallási irányzat, legyen ez egy harcművészeti irányzat, legyen ez egy kulturális irányzat, tehát a forma, mindaz, ami egy vallási liturgiát meg tudok tanulni, fel tudok olvasni, fel tudok öltözni, meg tudok csinálni mindent ugyanúgy, ahogy nekem megtanítják. Tartalommal föltölteni nem tudom. És ez nem függ össze azzal, hogy a jelenkorban a forma túl hangsúlyozódik a tartalomnak a rovására, hogy ez valójában a korszellemnek a következménye, amely a formára aránytalanul nagy figyelmet és hangsúlyt helyez, a tartalomra meg aránytalanul kicsit. A tartalom elsikkad a forma burjánzásában. És nem lehet, hogy arról van szó, hogy a 20. század derekán annyira komolyan vettünk egy csomó mindent, bolsevizmust, nemzeti szocializmust, egy csomó mindent, ami aztán visszaégett a körmünkre, enyhén szólva, hogy az emberiség megcsömörlött a tartalommal. Jaj, csak azt ne! Nem szeretnék még egy Sztálingrádot, nem szeretnék még egy Verdönt, nem szeretnék még egy Auschwitzot, annyira ne vegyük már komolyan azt a bármit is, koncentráljunk a formára, és hogy ennek a következménye az, hogy a forma túlhangsúlyozódott, és hogy a jelenkor már ebben van, akik ma születnek, már ebbe születnek bele. Tökéletes a párhuzama a botonlovaglással.
hogy ott is ez van, hogy a forma megvan, csak le ne essek. Az érdem itt koldusnak született, sitvány semmiségre pompa vár, írja Shakespeare 1600-ban. Tehát véleményem szerint azóta nem változott semmi, hogy azt megelőzően mi lehetett, arra következtetni tudunk, de Shakespeare óta ez a probléma egész biztosan fönnáll. Tehát a forma és a tartalomnak a szétválasztása, az emberiség hajnalán azt pontosan tudjuk, hogy a művészet, a vallás és a tudomány nem volt szétválasztató. Tehát érezzük azt, hogy visszamegyünk a történelembe, a történelmi idők kezdetéig, akkor az az ember, aki a kőbaltáját csinálta, az egyszerre volt vallásos, egyszerre volt művész, és egyszer állt a tudomány, az akkori tudomány legmagasabb fokán. Nem arról van szó, hogy a mágia volt az, ami ezt a hármat képezte, vagy a három egységét képezte? Hát igen, tehát ott a mágikus gondolkodásmód, a mágikus gondolkodásmódot leváltotta a mítikus gondolkodásmód, aztán jött a racionális gondolkodásmód, nekünk ezzel dolgunk van. Tehát akkor, amikor én a harci művészetekről beszélek, akkor ez évezredeket ölel át, és véleményem szerint beszéljünk egy picit a mesterről. A mester az mindenképpen szoros kapcsolatba kell, hogy legyen a korszellemmel. Tehát itt tennivaló van. Tehát látni kell az, hogy miben van deficit. Mi ennek az egész harci művészeti iskolának a célja, hogy a 9. században miért ment ember Kolostorba, és a 21. században miért megy ember Kolostorba, szerintem ennek eltérő okai vannak. Más az, ami a társadalmat feszíti a történelmi időkbe. Na de hát én az altalaj embere vagyok. Tehát önök hivatottak itt a felszínt megjeleníteni ebben a műsorban. Nagyobb rálátásuk van a jelenre, mint nekem. Tehát én mindig, ha én itt még el tudnak engem viselni, akkor szívesen jövök ide. Én mindenképpen az altalaj embere vagyok, mindenképpen a hagyomány felől jövök, de önök az, akik a felszínt, a modernitást, a jelenleget jobban látják, és szerintem a kettőnk szemszögéből, a kettőnk szemszögének a meccés pontjából tudunk valami fajta konzekvenciát levonni. De ennek a két nézőpontnak elengedhetetlenül szüksége van ahhoz, hogy józan rálátásunk legyen abban a korban, amin élünk. Hát ugyanúgy kell élnünk a tradícióban, vagy kell valakinek élni és hozni, és ugyanúgy kell a modernitásnak. Tehát mióta mi kommunikálunk egymással, ennek a kommunikációnak egyetlen egy célja van, hogy a modernitás és a hagyomány szemszögének a meccés pontjából vizsgáljuk meg a világot, és tudunk-e valami konszenzusra jutni, hogy igen, észrevettük, ezt én nem fogom tudni egyedül megmondani. Ezt mi így a különböző látásmódból, szemszögből talán a hallgatóságot egy picit közelebb tudjuk vinni a mai ember dilemmájához. De minden korszaknak megvolt a dilemmája. Ma számomra, tehát ha most én, mint mester nyilatkozok meg, és itt vannak a fiatal tanítványok, akkor egyértelműen számomra a kihívás az életszerűséggel van, az életszerűségben van, a normalitással van, mint kérdőjel, mi a normális, hogy hozom be az életszerűségbe, és az, amit én tapasztalok, hogy az életkor és az életkorhoz társuló attitűdök, azok elcsúsztak, mint a szinkronhang egy filmen. Hát azt azért tudjuk, hogy az állatvilágban egy szülő az életét adja az ivadékáért. Legyen az egy fióka, legyen az egy kis farkaskölyök, bármi, az életét dobja oda a szülő egy adott konfliktusban mindaddig, amíg felnőtté nem válik. Attól a pillanattól kezdve az állatvilágban a szülő a teljes közönnyel nyilvánul az ivadékhoz. Most, ha megnézzük az emberek világát, akkor az történik, hogy ez a fajta életfeladás ez nem jellemző a fiatalkorra, viszont nem tud elszakadni, nem tud felnőtté válni. Gyakorlatilag ezek a korok kitolódtak 30-40 évesen. Itt még szoros szülői kötelékbe vagyunk, anyai kötelékbe vagyunk. Na most én ezt látom, ezeket. Nyilvánvalóan ez valamilyen szinten megjelenik.
keresem a válaszokat erre a dologra, de észreveszük azt, hogy itt valami fajta elmozdulás történt, és ezek nekem az egy nagy kérdés, hogy ezeknek az embereknek az életében ez lelkileg milyen nyomást hoz egyáltalán látensen, mert hogy látensen ott van, én ebben egészen biztos vagyok. Tehát amikor az én generációmat 20 évesen elvitték katonának, a katonaság után megnősült, én már a katonaság előtt megnősültem, a leszerelés után pedig már jöttek a gyerekek. Tehát 23 évesen én már egy katona viselt, házas és családapa voltam. Ez az én generációm, 1960-ban születtem. Most látom, hogy ezek a folyamatok tolódnak ki, egyre csúszunk el évezredes tradícióktól, hangsúlyozom, évtizedes tradícióktól, ez föllelhető. Érzékelem ezt a problémát, nincs még megfelelő reakcióm erre a dologra, mert szerintem ezt alaposan körbe kell járni, hogy van-e ezzel tennivaló, jelent ez valami problémát a társadalomba, vagy ugorjunk át ezen a jelenségen. Mi múlik azon, hogy a növendék az menekül hozzád, illetve a lovasi íjászathoz, vagy választ keres, és a válasz reményében érkezik meg? A tevékenység, tehát van a feeling, van az érzés, amikor én bent vagyok, amikor kaftánt hordok, süveget hordok, tábortűzég, íjat feszítek, és a vagyok, és van a megyek. Tehát van a vagyok, meg van a megyek. Ez a két alapattitűd van. Tehát van, aki a külsőségekben jól érzi magát. Tehát azáltal, hogy jurtában van, tábortüzet rakott, fölöltözött, és lő néhányat, fölveszi a megfelelő felszerelést, ő megérkezik. Ő a vagy. Ő bent van ebben a dologban. És van a megyek, a haladok, aki minden nappal egy picit meg akarja haladni az előzőt, egy kicsit jobb pontszámot akarok, egy picit jobban akarok lovagolni, egy picit jobban akarok íjászni, egy picit nagyobb eredményeket akarok elérni. Tehát van, aki az élet nagy kérdései elől menekül, és azt mondja, hogy nekem elegem van ebből a 21. századból, a nyüzsgésből, én most kimegyek a tábortűz mellé, ott elbeszélgetek a haverokkal, egy kicsit íjászom, én nem akarok itt ebben eredményeket elérni, kiléptem egy picit a saját világomból, míg nem mások, az élet nagy kérdéseire keresik a választ ezáltal, hogy mi végre vagyok én itt, milyen belső útjaim vannak, milyen hiányosságaim vannak, hogy tudom én ezt felszírehozni. Na most egy mester feladata ennek a két tábornak a harmóniába hozása, mert mindkét tábor nagyon markánsan jelen van egy ilyen rendszerben. És az egy nagyon meghatározó dolog, hogy az adott mester ezzel a két táborral milyen kapcsolatot ápol, és milyen arányokban jelenik meg. Tehát akkor jól értem, hogy aki menekül hozzád, az van ott a lovas íjászatban, aki meg választ keres, az meg megy és megy és megy és megy. Nincs ezzel baj, tehát ez teljesen rendben van, ez két alapemberi attitűd. Arra kell nagyon vigyázni, hogy ennek a két tábornak a konfliktusa ne tegye lehetetlenné adott esetben az egyik tábornak a létezését. Tehát a megyek eredménycentrikussága ne vegye le a kedvét ezeknek az emberektől, a vagyok tábor pedig ne vegye le a lendületét azoknak, akik az útkeresést, ez nem egy egyszerű feladat. Mm-hmm. Hát akkor, amikor itt egy nagy közösségről van szó, ennek a két erőnek a harmóniába hozása bizony, ez komoly vezetői képességeket igényel. Volt már olyan növendéked, akinek azt mondtad, hogy nem tudok többet tanítani neked. Most elbocsájtalak, mert önmagadban, meg a lövészetedben, meg a lovaglásodban, meg a lovasi íjászatodban elértél addig, ameddig el tudtalak juttatni téged, már nem tudok mit tanítani neked, és most elbocsátalak. Volt ilyen? Azért nincs ez, mert ha a tanítvány eléri ezt, tehát itt megszakadna a kultúra átadási lánca.
Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt legyen egy kontinuitás. Tehát egy mester kinevel egy tanítványt, és jó esetben az a tanítvány, amikor a tudása elér egy kritikus szintet, akkor egy válaszút elé kerül, ezt kultúraként vagy áruként fogja föl. Ez egy nagyon nagy kérdés. Ha áruként fogja föl, akkor csinál egy bizniszt. Alapít egy új iskolát, hátat fordít ennek az egésznek, és azt mondja, hogy oké, jó, rendben van, akkor én itt láttam, hogy működnek a dolgok, akkor én félrevonok a tanítványokkal. Ha ez egy kulturális tevékenységnek látja, akkor azt mondja, hogy maradok, és az az energia, az az idő, amit én kaptam, azt most visszaadom, nem a mesternek, a mesternek nem tudja visszaadni, a következő generációnak. És hogyha én itt maradok és visszaadom a következő generációnak, akkor megvan a kontinuitás. Ha én ebből kilépek, akkor megszűnik a kontinuitás ebbe a dologba. Köszönjük szépen Kassai Lajosnak, hogy ismét a körükben volt. Én úgy érzem, hogy itt a vagyok és a megyek között is a hagyományos és a progresszív, vagy a modernitás és a hagyománytisztelő csoportok harmonizálása, ami megjelent. Ilyenekről próbálunk beszélgetni, ezért vagyunk ilyenkor együtt. Sziasztok! Hello! Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk. És legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, JD-t, Julient és Martint várjuk vissza itt, a Spirit FM-en, az önkényes mérvadó műsorsávjában.